100 éves a Nemzetközi Nőnap, ebből az alkalomból konferenciát rendez Magyarország több városában az Európai Baloldali Párt. Egerben ez egyben a Zöld Baloldal kampánynyitója is volt. 36 tagja van az Európai Baloldali Pártnak, marxista, leninista, zöldek, baloldaliak, trockista pártok Európa több országából. Másféle uniót szeretnének létrehozni. Alapértéknek mi nem a versenyt és a konkurenciát, hanem az együttműködést tekintjük. Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely nem teszi tönkre a munkát és a környezetet, sőt, pont fordítva, új típusú társadalmat alakítanánk ki. 100 éve Klára Cetkin a nők munkához, családhoz való jogáért szállt síkra. Ma már a nőkről csak egy-egy szálvirággal emlékeznek meg, mondta Tajcs Ferenc, a Munkáspárt 2006 megyei elnöke. Szerinte a rendszerváltást is leginkább a nők érezték meg. Ennek az ünnepének az a célja, hogy merjenek a nők kiállni a jogaikért, merjék a 100 éves évfordulón, merjenek bátorságot venni ahhoz, hogy megfelelően lépjenek fel, harcoljanak, mint Klára Cetkin. Az elmúlt 20 évben hazánk 3 millió koldus és 3 millió munkanélküli országává vált. A parlamentbe bejutottak, 20 év óta bitorolják a hatalmat, és kiszorították a munkásokat, mondta Tajcs Ferenc. Szerinte el lehet érni, hogy legyen elég munkahely, az emberek ne segélyekből éljenek. A Munkáspárt 2006 úgy látja, a pártok állami támogatását teljesen meg kellene szüntetni.